az országos rendezvény, a születésnapi rendezvény, és hogy ehhez a rendezvény sorozathoz a mi kórházunk is csatlakozott tudjon. Ezt próbáltuk megszervezni erre a hétre, illetve erre a napra, amikor is indul ez a hét, és azt hiszem elég csodálatosan pont úgy kezdődött, ugye, hogy a anyák napját követik, pontosan mert ugye tegnap volt anyák napja. Ezúttal is szeretettel köszöntök a jelenlévők között is minden anyát és minden leendő anyát és a tévézőnézőknél is szeretettel köszöntök utólag is mindenkit. A születéshete rendezvény sorozatot Karcagon is megnyitjuk. Meghívást kaptak az osztály dolgozói, akiknek gyakorlatilag ez egy osztályértekezlet, egy kibővített nyílt osztályértekezletet próbáltunk tervezni, amire a területünkön lévő védőnőket nagyon nagy szeretettel hívtuk, és a kórház dolgozóit is meghívtuk erre a rendezvényünkre. Köszöntöm nézőnket a Kátai Gábor Kórházban, dr. Farkas Béla osztályvezető főorvosan megbízott orvosigazgatóval beszélgetünk. Mögöttünk itt már javában gyülekeznek a kórház dolgozói, hiszen a születés hetéhez kapcsolódóan egy szakmai nappal indul ez a hét. Kik fognak ma itt előadást tartani? Az osztály dolgozói fognak előadást tartani. Elsősorban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szakdolgozók aktivitása, illetve az ő munkáterületüknek a bemutatása, az ő szemszögükből azt, amit csinálunk a szülészeti területen. Mikor meghirdettem és fölkértem az osztály szakdolgozóit, hogy ki szeretne itt most előadást tartani, hát megdöbbentem, mert nem az volt a gond, hogy alig-alig jelentkeztek, hanem számtalan előadással nagyon sok kolléganő jelentkezett, és végül szűrni kellett a jelentkezők névsorából, és csak kimondottan a szülészettel, születéssel kapcsolatos előadásokat fogunk hallani. A vezető ápolónőnk bemutatja az osztályunk fejlődését, ugye hatalmas rekonstrukciós sorozaton estünk át, és hogy hová jutottunk, milyen állomások voltak. Ezt követően a szonográfusunk a magzati fejlődési rendelségek szűréséről tart előadást, ugye mikor jönnek a várandósok, és akkor hát mit néznek? Ugye? Igen, hogy mit néznek, hát most elmondja, hogy mit nézünk, mennyi mindent is tudunk figyelni, és hányféle fejlődési rendelségre oda tudunk koncentrálni, és hál' Istennek nagyon jó eredménnyel szűrjük ki a területünkön ezeket a betegségeket. Ezt követően bevezettünk 3 éve egy teljesen új fájdalomcsillapítási módszert, az epidurál anesztéziát, ugye, és erről az egy fiatal szülésznőnk, aki ebből írta a szakdolgozatát, fog felvillantani képeket, és elmondja előnyeit, hátrányait, ami nem sok van. Majd hát már évtizedek óta hagyomány nálunk a babaváró nyílt nap. Ezt szeretnénk továbbra is népszerűsíteni, mert aki ezen a nyílt napon részt vesz, az mindenki úgy jön el, hogy hú, de jó volt. Innentől kezdve olyan, mintha hazamennénk, minden tudok gyakorlatilag, megnézik a helyiségeket, a szülőszobát, a kórtermeket, kipróbálják a szülőágyat, a labdát, amin vajudni lehet. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kedvező és sikeres történetünk. Ezt szeretnénk most is bemutatni, hogy hogyan is alakultak az elmúlt évtizedben ezeken résztvevőknek a számai. Majd az újszülöttes részlegvezető Juditka a pici lába, pici kezevel kapcsolatos előadásában az újszülötte ellátással kapcsolatosan fog beszélni, és hát természetesen a gonyatás táplálásra, szoktatásra hívja fel a figyelmet, ami most kimondottan aktuális, így anyák napját követően, ugye? És hál' Istennek elég népszerű az anyateljes táplálás részlegünkkel. Az előadás sorozatot azt én fogom megnyitni. Az elmúlt év, illetve elmúlt 3 év statisztikai adatai. Igaz, egy száraz dolog. De azért néhány alapadatot mondjunk már, hiszen azért néha vannak ki elszülések is, bár azért az nem annyira jellemző, de azért itt az anyakönyvi hírek között azért én szoktam látni. Vannak azért papás szülések is, tehát egy picit avassuk be a nézőket is.
Hát évek óta gyakorlatilag egy szinten 700 körüli szülésünk van, van mikor egy picivel több, van mikor egy kicsivel kevesebb. Amit nagyon nagy eredménynek tartok, az az, hogy a császármetszés frekvenciáját a 2016 évben sikerült 25% alá. Ez bizony valamikor volt, az, még az itt dolgozó éveim során, amikor kezdtem, 10% alatt is. De hát ez nagyon-nagyon megnövekedett, ez a szám 30% fölött volt 3 évvel ezelőtt, szépen fokozatosan sikerült lecsökkenteni, és oly módon, hogy a szövődmények száma nem csökkent, sőt az úgymond retteget, mert mindenki úgy gondolja, hogy azért kell császármetszést végezni, hogy a újszülött az teljesen egészségesen, károsodásmentesen könnyebben jöjjön a világra. Úgy néz ki, hogy ez egy téves nézet, és ez a várandósok körében is kezd kitisztulni, és egyre inkább többen szeretnének a természetes úton a spontán hüvei szülést választva megszülni. Ami haladunk egy picit a nyugat-európai trend felé, az nálunk is a vákum extrakciónak a használata. Régen ez egy retteget dolog volt, még annak idején úgy tanultuk, úgy volt a szülészet nőgyógyászat tankönyvben, hogy az akkor kell vákum extrakciót végezni, vagy szülésbefejező műtétet, hogyha nem végeztük el időben a császármetszést, és annak a feltételei már nem adottak. Hát ez azért módosult az elmúlt években, mivel nem a fém vákumharang van, hanem egy szilikon, és a kitolási szaknak a megkönnyítése érdekében ez eléggé hatásos módszer. Növekszik, említettem, az epidurál anesztéziában történő szülések száma 30-50 közötti évente, és nagyon lerövidíti a tágulási időszakot, illetve teljesen fájdalommentessé teszi. Aki előzőleg szül természetes módon, az nagyon örül, és összehasonlíthatatlanul könnyebbnek véli ezt a megoldást is. Azt gondolom, hogy akkor akik ma itt beültek, hiszen azért látom, hogy nem csak az osztályról vannak itt dolgozók, mások is érdeklődnek az önök munkája iránt, sok-sok új információt is hallhatnak, és megerősítést is kapnak bizonyos dolgokban. Én hasznos tanácskozást kívánok önöknek. Köszönjük szépen, és köszöntöm a televízió nézőit, és a születés hete első napja rendezvényünkkel szeretném hozzájárulni, hogy egy kicsit mindenki gondolja át, gondolja vissza, hogy annak idején vajon hogyan is szült, és hogyan tervezi a következő szülését. Köszönöm szépen! Felkérem kórházunk főigazgató, Nagy László Erzsébetet, hogy a rendezvényt nyissa meg. Kollégáimat, fogozóimat, édesanyákat, nagymamákat, keresztmamákat, keresztanyákat, mindenkit, akiket tegnap nyilván a családokban köszöntöttek, hiszen maga a szó, amire invitálja az országos rendezvény, és így igazgató úr, osztályvezető főorvos úr kezdeményezésével a mi kórházunk szülészetnőgyógyászati osztálya is az ott dolgozókat, illetve a velünk együtt dolgozókat és a mi munkánkat segítő védőnőket, az pontosan az alapja annak, hogy anya lesz valaki. És nyilván a gyermek, a hála, az anyai szeretetet iránti hála, az valahol ott a születés előtt kezdődik. Sokan mondják, hogy még terhesek vagyunk, és hál' Istennek nekem is volt benne részem, 2 eredményes terhességgel. Már akkor elkezdődik az, hogy beszélünk a gyermekhez, és simogatjuk a pocinkat. És az valami fantasztikus élmény, gondolom, bár aki részt vett ilyenben, ezeknek lehetősége volt, és aki majd fog, hiszen itt vannak a fiatalok is, az utánpótlás is, ők is átérezhetik ezt. Ezen a rendezvényen is kapcsolódva az országos rendezvényen szeretnénk bemutatni kollégáink a segítségével, akik a mindennapokban segítik a szülésre felkészülő leendő édesanyákat és a születés folyamatát is, és a születés utáni néhány napot is, hiszen megváltozik sok minden, főleg az első szülés után.
erre való felkészülést, és azt, hogy ha hazamegy az édesanyja, akkor otthon hogyan tudja, hogyan tudhassa ellátni a gyermekét a szereteten kívül, hiszen egyéb szükséges, a létfenntartáshoz szükséges dolgok is vannak, amiket kell biztosítani, és nem biztos, hogy megy mindannyiunknak ez az első alkalommal. Ezt segítik a mindennapjainkban a kollégáink, és erről szeretnének itt a nyitó rendezvényen egy diabetítéssel egybekötött előadást bemutatni mindannyiatok, mindannyiunk számára. Én kívánom, hogy a mi rendezvényünk csatlakozva az országos egyhetes rendezvényhez járjon további nagy sikerrel, hiszen az eddigi munkájuk eredménye, a kollégáink eredménye az, hogy itt a mögöttem látható gólya és egy elismerésnek a köszönhetően kapta meg az osztály. Ezt például a díjat is Pesten vehették át a kollégák. Csak úgy, mint a gólya lábánál látható kis KNTH gyógyulás pályázati eredmény, ami egy kis mackó, és ezt már az elismerésnek az itt ellátott édesanyák szülők elismeréseként köszönhette meg az osztály és az intézmény. Gondolom, hogy ezt nem osztályvezető főorvos úrnak kellett elmondani, mert én büszke vagyok a ti munkátokra, büszke vagyok, hogy ilyen osztályt képviselhetek, és hogy ezt ennek az osztálynak a munkáját azok is elismerik, akik igénybe vették ezt az egészségügyi szolgáltatást, amit nyújtotok. Én kívánom, hogy a rendezvény, a konferencia és a ezt követő egész egyhetes rendezvény járjon nagy sikerrel, és minél többen vegyenek részt rajta, és minél többen vegyék igénybe a Kátai Gábor kórházszülészet nőgyógyászatának szolgáltatásait a jövőben. Jó egészséget kívánok mindenkinek! Tényleg az orvostudomány olyan szinten van, amihez már laikus nem tud hozzászólni. Én a Hetényi Géza kórháznak vannak ilyen orvosi estéik, ilyen egészségügyi estéik, és akkor néhány tudományos előadást láttam, és azt láttam már, hogy már a szakápolók is olyan szinten vannak orvosilag, ami talán 10-15 évvel ezelőtt egy orvosnak kellett tudni, olyan gyorsan halad a világ, és olyan gyorsan fel kell készülni. Én amit hozzá tudnék tenni ehhez, hogy mint ahogy főorvos úr mondta, én is itt születtem, erről sokat nem tudok mondani, mert én is hallomásból tudtam, és majdnem 50 év már a garancia is lejárt, tehát most már hiába is panaszkodnék bármit, de mind a három fiam itt született, és együttes apás szülés volt, és láttam azt, hogy micsoda profi összeszokott csapat dolgozik itt. Én is próbáltam kevésbé aktív szereplője lenni a szülésnek, mint egy ávány, ami nincs útban. És ez a harmadik alkalommal talán már tudtam is, hogy hol vagyok kevésbé útban. És az első szülésnél is főorvos úrra megbeszéltük, hogy majd akkor én vágom el a köldökzsinót. Mire én úgy odatopogtam, meg úgy álltam, addigra már fürdették az első fiamat. Második alkalommal már rúgtam volna az olló felé, de akkor már csípték el a köldökzsinót, és de a harmadiknál ott már odatolakodtam, és én vágtam el. Azt hittem, hogy egy vágással el fogom tudni vágni a köldökzsinót, de rá kellett jönnöm, hogy ebbe sem voltam elég ügyes, mert olyan vagy az olló, vagy az én ügyességem, vagy a harmadik fiamnak volt nagyon erős a köldökzsinója, nehezen ment. Nekem lenyűgöző volt az a munka, ami itt van a Kátai Gábor kórházban, profi csapat, és hát tényleg azok is ismerősként vettek körül, akikkel első alkalommal találkoztam, és hát volt olyan szülésznő, akivel nem gondoltam volna, hogy egy paddal előttem ült az általános iskolába, és majd a fiaimnál ő fog segédkezni. Úgyhogy nekem könnyű volt, és a családtervezés is megoldódott, mert
szakmai tanácsokat kaptam Farkas Béla főorvos úrtól, mert mindig a következő gyermek megtervezése nekem olyan természetesen volt, hogy majd a következő kislány lesz, és ő mondta, hogy nem itt kell szóba hozni ezt a dolgot, mert itt nagyon kevés esély van. A következő gyereknek legalább egy fél évet kell várni, mire ezt szóba lehet hozni. Én ezt megfogadtam, de valószínű, hogy itt a harmadiknál megállunk. Én gratulálok a kórház minden dolgozójának, hiszen egy nagyon profi csapat van, amit én is tapasztaltam a három fiúval, hogy velem mi van, mivel ilyen oldtimer rendszámot kaphatnék, úgyhogy az én születésem pedig hát így sikerült. De mind a három fiúnál én azt gondolom, hogy nagyjából problémamentes volt, és én csak gratulálni tudok, és gratulálni tudok ahhoz, hogy nem csak a napi rutinra van idő, nem csak arra, hogy elvégezzék a munkát, és utána a magánéletbe a saját életet is vigyék, hanem arra is van idő, hogy tudományosan felkészüljenek, hogy képezzék magukat, és nem csak, hogy képezzék magukat, hanem annyira profik, hogy meg is tudják ezt mutatni. Én gratulálok azoknak, akiknek nem ez a napi rutinjuk, hogy előadásokat tartanak a többi kolléga előtt, mert ez is egy nehéz dolog, mint ahogy nekem nehéz volt ott a szülőszobába tipegni, topogni, de remélem nem okoztam sok gondot, sok problémát, úgyhogy én mondtam a feleségemnek, hogy még egy negyediknél egy kislánynál is eltopognék, de ez már nem csak rajtam múlik. Köszönöm szépen, és jó tanácskozást kívánok, és gratulálok ennek a kitűnő csapatnak, amely nem csak a mindennapokban, hanem ilyenkor a tudományban is megállja a helyét. Még egyszer gratulálok.